Több éve kezdődött annak az EFOP programnak a tervezése, mely során a pécsi tankerület területén, azaz a pécsi, a pécsváradi és a komlói járásban négy iskola bővülhet, tantermekkel és szaktantermekkel. Ezeket a speciális termeket fogják használni majd a környező kisiskolák is. A pályázat elbírálása során létszámban és szakmai munkában is innovatív és fejlődő intézményeket választottak ki. A közbeszerzés utáni kivitelezési munka először a kozármisleni Janikovszki Éva általános iskolában indulhat meg május 5-én. Itt azt kell érzékelni, hogy kozármisleni népessége folyamatosan nő. Ezen kívül egy nagyon komoly szakmai program folyik ebbe az iskolába, lépésről lépésre, kipmódszer, tehát nagyon sok új pedagógiai törekvés is van, amelyek mindezt eredményezik, hogy ez az iskola egy komoly épületszárnyal megújul, és itt nem csak az épületszárny megújítására, hanem az egész épület megújításáról is szó van. Azt azért látni kell még, és ezt érdemes megemlíteni, hogy ennek az iskolának nagyon jók a mutatói. Egyrészt a lemorzsolódás, másrészt a kompetenciamérés eredményei rendkívül jók. Ez azt bizonyítja, hogy itt egy nagyon színvonalas szakmai munka van, amely lehetővé teszi azt, hogy tantermek, szaktantermek is létrejöjjenek, és ezek a szaktantermek és termek ellátják azt a növekvő népességet, amelyik Kozármislányban van, és hát ehhez most elindul jövő héten a beruházás, és hát a koronavírusnak vannak rossz és jó oldalai. Itt szerencsés helyzet van, hogy ebben a iskola nélküli időszakban jóval korábban el tudják kezdeni a kivitelezők a munkát, és így amikor jövő évben a határidőhöz elérünk, amikor be kell fejezni, biztosan készen lesz ez az épületrész, és megújul az egész iskola. Úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, és gratulálok, hogy az iskola nyert, és reméljük, hogy meg fogják szolgálni az elkövetkezendő évtizedekben ezt a fejlesztést, amit kaptak, és ezt az egész térséget fogja húzni ez az iskola, mint ahogy eddig is tette. Magyarország kormánya és az irányító hatóság kiemelt támogatásából csaknem 700 millió forint értékű iskola bővítés valósulhat meg Kozármislenyben. Azért vagyunk ma itt ezt bejelenteni, mert hogy a jövő héten, keddi napon, május 5-én fogja az intézmény átadni a munkaterületet a kiválasztott, közbeszerzésen kiválasztott kivitelezőt. A májusi kezdés valóban azt vetíti elénk, hogy a május, június, július, augusztus 4 hónapjában, a vírus miatti kényszerű otthon tanulás időszakában 4 hónap alatt a legnagyobb koszos munkák lemehetnek, és akkor a szeptemberi iskola, reménybeli iskolakezdés idején már azok a munkafázisok folytatódhatnak egészen február végéig, mert ez egy hosszadalmas munka, amit elkezdődik a jövő héten, amelyek már nem zavarják majd a tanítást. Úgyhogy az ütemezés is jó, és hát nyilván a kivitelezésben pedig azt várjuk, hogy megfelelő minőségben történjen meg. Szeretném elmondani azt, hogy az itteni iskolai módszertani előrehaladás, módszertani innováció, fejlesztések, azok valóban, ahogy igazgató úr említette, a megye egyik legjobb iskolájává tették ezt az intézményt. Nem véletlen, hogy a gyarapodó kozármislenyi népesség itt is tartja, itthon tartja a gyermekeit, sőt, más településekről is könyörögve kérik, hogy a kozármislenyi iskolában tanulhassanak a gyermekeik, tehát bizonyítottan ez egy kiváló szakmai munkát végző iskola. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évtized az egyébként bővölködött fejlesztésekben és felújításokban, hiszen most már harmadszor állunk itt az elmúlt 10 esztendőben, ami valamilyen mértékű iskolafejlesztést jelent. A fejlesztés során az intézmény 75%-a megújul, valamint egy 1500 négyzetméteres, kétszintes, zöldetős épületrésszel bővül, melyben 4 szaktanterem és 2 terem is helyet kap majd, de az étterem is nagyobb lesz, és tankonyhát is létrehoznak. Erre azért van szükség, mert évről évre nő az iskola létszáma. Jelenleg 620 tanulója van az intézménynek, így kinőtték az eredeti épületet. Amit elmondott tankerületi igazgató és országgyűlési képviselő úr, nem szeretném megismételni, de azért nagyon büszke vagyok egy-két dologra. Többek között arra, hogy a tanulmányi átlagunk fél évről fél évre növekszik. Nem elvárás, mégis megtörténik.
Emellett a gyereklétszám növekedésről már beszéltünk, az AMA bizonyos varázsszó, hogy hátránykompenzálás, tehát az, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak, akik nehezebben tanulnak, nehezebb körülmények között vannak. Az országos átlag olyan 15% környékén van nálunk, 7,2% ez az arány, tehát nagyon sokat teszünk érte. A másik varázsszó a kompetenciamérések, amelyek szintén nagyon-nagyon jó mutatókat, mosolygós arcokat mutattak ebben az évben a testneveléses NetFit méréssel kapcsolatban is, tehát hogy azok a mutatók, amelyek egy iskolát megmérettetik valamilyen szinten, és még tudnék nagyon sokat sorolni, ezek abszolút rendben vannak, de nem is ezért teszi az ember, hanem ha jól érzi magát egy közösség, jól érzik magukat a gyerekek, jól érzik magukat a pedagógusok, akkor én azt gondolom, hogy ez mind a hozadéka lehet annak a munkának, amit mi itt végzünk, és most a digitális oktatásban is azt hallom a kollégáimtól, hogy ezt a munkát nagyon jól tudjuk folytatni. Hát ha még, hogyha azok a szaktantermek, mert ugye fog épülni egy biológia földre, ez egy kémia, fizika szaktanterem, egy technika szaktanterem, egy művészeti szaktanterem a rajzének tantárgyaknak. Ezen kívül megálmodott jó dolgunk, hogy lesz egy tankonyhánk. Lesz egy olyan étkező, mert közel 600 ember étkezik naponta az iskolában, hogy kényelmesen el tudunk férni, illetve azok a belső terek, amelyeket eddig kinőttünk, vagy kötelezővé váltak, mint az iskolapszichológusi szoba, vagy a fejlesztő szoba, ezeket mind meg tudjuk valósítani, fogják azt számunkra létrehozni, vagy biztosítani, ismétlem már magam, hogy ezt az oktatást, amelyet elkezdtünk, ezt tudjuk jól folytatni. És amellett, hogy meg fog szépülni az iskola, jön egy szakmai követő pályázat is, ami a 4-1-2-es EFOP-os iskoláknak biztosított, ezt pedig úgy hívják, hogy komplex alapprogram, amelynek a szakmai kidolgozója az EGRI Egyetem, és ehhez is fogunk kapcsolódni, tehát egy élménysulit szeretnénk, ahol a gyerekek jól érzik magukat, és azokkal a módszerekkel fogunk dolgozni, amelyek én azt gondolom, hogy a kollégáknak és a gyerekeknek is nagy szabadságot fog majd adni, és nagyon oda tudunk figyelni az egyéni fejlesztésre, az egyéni tehetséggondozásra. A már meglévő épületrészt az intézmény dolgozói, önkéntesek és sportolók segítettek kiüríteni, hogy jövőkedre átadhassák a területet a kivitelezőnek. A tervek szerint a beruházás jövő februárban zárul.